baj után ugye mindig jó jön a segítség. Amikor meghallottuk, hogy mi történt, akkor rögtön elkezdtünk tanakodni, hogy mibe tudunk segíteni. Tolna megye valamennyi lakosa megdöbbenve értesült a szeptember 30-ai tragikus kimenetelű közlekedési balesetről. Az 56-os út Som és Daránypusztai elágazása között három gyulai férfi vesztette életét. Az áldozatok családjainak megsegítésére összefogott a település, most azonban a Tolna megyei önkormányzat a helyi erdészettel karöltve nyújtott segítséget a gyászoló családoknak. Göbölös Péter urat fölhívtam, és beszéltünk arról, hogy tudnánk-e a téli időszakra most segíteni a családoknak, akik egyedül maradtak, vagy magukra maradtak. A vezérigazgató úr készséges volt, és teljesen megértette a gondjainkat. A jótékony akcióhoz az erdészet kedvezményes áron biztosította az összesen 25 köbméter fát az 5 gyászoló családnak. 500 ezer forintot próbáltunk elkülöníteni erre a dologra, és hála Istennek így talán az 5 családnak meg fog oldódni a tüzelés az egész szezonba, és ezzel próbáljuk enyhíteni, amit hát ugye nem tudjuk a gyerekek elvesztésével pótolni, de mindenféleképpen kicsit próbáljuk a hátrányos helyzetű gyerekek, a felnőttek embereknek a problémát úgy enyhíteni, hogy nem az ő kiadásukból fog menni ez az egész dolog. Az összefogásban a Tolna megyei önkormányzaton kívül részt vette a Tolna megyei Roma önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is.